Jó napot kívánok, mindenki tisztelettel üdvözlök. Egész váratlanul ért ez a nagyon katonás köszöntés, és nagyon sok az egyenruha, ennek nagyon örülök. És annak is, hogy itt lehetek a Ludovika kampuszon, abban az intézményben, ahol a felmenőim közül szinte mindenki végzett, És sajnos nem, de akkor még nem volt Ludovika kampusz, amikor én az egyetemet legalábbis elkezdtem. Azóta hatalmas változások történtek, és látom, hogy itt egy nagyon komoly közösség épül, és komoly szakmai munka zajlik, amihez most megpróbálok ennek a fesztiválnak a keretében szerint gondolataimmal hozzájárulni. Az előadásomnak az a címe, hogy a Békéhez erő kell, ezt talán már hallhatták tőlem, hiszen minden videómban elmondom, mert végsősorban ebben a egy gondolatban lehet a leginkább összefoglalni azt, ami. Magyarország jellegi, igen kiélezett és évtizedek óta nem tapasztalt körülmény, biztonsági körülmények közötti alapfilozófiáját jelenti, vagy foglalja össze, hogyan kell ebben a helyzetben a magyar honvédelem ügyét felfognunk, vezetnünk, mik ennek a területnek a kiemelt céljai. Hát nyilvánvalóan semmi más nem lehet, mint a magyar emberek békéjének és biztonságának szavatolása. Ez a legfontosabb célunk, küldetésünk. Ezt tölti be a mindennapjainkat. De ez egy nagyon tág keret. Ezt most, ma, itt Magyarországon hogyan kell, hogyan lehet megcsinálni? Hiszen egy olyan helyzetben vagyunk, ami. Nyilván a háború indította ezt, vagy alakította ki ezt a helyzetet, hogy, hogy különleges fókuszt és figyelmet kapott ez a terület, de már a 2010-es kormányváltást követően is, és aztán különösen a 2015-16-os években egyértelművé vált, hogy az elmúlt évtizedekhez semmiben nem fogható politikai támogatás, költségvetési lehetőség és az ezzel némileg párhuzamosan mozgó, illetve aztán a háború hatására felerősödő társadalmi figyelem, amit bátran meleg társadalmi támogatásnak is nevezni, az egyszerre egy időben van jelen. Ez egy különleges alkalom, különleges történelmi pillanat valójában, hogy itt most valóban cselekedni lehet, és a Magyar Honvédelem ügyét, ami a rendszerváltás óta hát inkább a lefele menet szóval lehet a leginkább jellemezni, abban végre egy gyökeres fordulatot érjünk el, és ez a lefele menet egy fölfele menetté alakuljon át. Nem akarom a lefele menet stációit elemezni, de azért jó, ha emlékezünk arra, hogy végül is az előző rendszerből egy ugyan szovjet doktrinájú, szovjet felszereltségű tömeghadsereget örököltünk, ami a Varsói Szerződés része volt, de mégis egy működő sorozott alapú haderőnk volt, amiben az akkori eszközöknek megfelelő harceljárások a helyén voltak, kiképzett tiszti állomány volt. Ez, és altiszti állomány is természetesen. Ez aztán a politikai helyzet változásának eredményeképpen a társadalmi támogatottság, részben egyébként a helytelen baloldali liberális politika, támogatására és a nemzetközi közhangulatnak megfelelően folyamatosan leépült, elolvadt, eltűnt a Magyar Honvédség ügye mögül. Egyre inkább felerősödtek azok a hangok, hogy a senki se szeretett sorkatona lenni, miközben mindannyiunk szüleinek, meg saját magunknak néha a legkedvesebb emlékei a sorkaton időkből származnak, de ennek, erre a hangulatra rájött az akkori politika, és ezt az egész kérdést egy teljesen népszerűtlen és és támogatása nem méltó társadalmi ügyként kezelte, sútba dobta, katonákat visszaküldtük a laktanyába, az eszközöket pedig kézen közön, így úgy amúgy részben hajtuk lerohadni, részben eladtuk, részben, ha nem mi el, az előző kormányok adták el, meg az előző hadvezetés, de végső soron ezek, ezek aztán elolvadtak a Magyar Honvédség mögül. 1999-ben beléptünk a NATO-ba, és ezzel körülbelül egyébként az akkori politika, az azt követő politikai vezetés azt gondolta, hogy az ügyel is van intézve. Hát innen kell nekünk most visszanő, visszanőnünk oda, hogy Magyarországnak egy valóban a magyar emberek biztonságát garantálni tudó, modern, 21. századi komoly elrettentő erőt felmutatni képes hadereje legyen. És ehhez a feladathoz állnak most újra együtt a csillagok. Hányisten, ezt nem most kezdtük el, tehát nem a háború kitörésekről kezdtük el. Még egyszer mondom, 15-16-ban már megszülettek azok a döntések, amikről majd itt később kicsit részletesebben is fogok beszélni, amik, amik, lehetővé tették az átfegyverzés és a teljes technikai cserét, és azóta is folyamatosan azon dolgozunk, hogy, hogy egy megfelelő haderőnk legyen. Az ehhez szükséges források is rendelkezésre állnak ahogy az előbb említettem ebben a csodálatos hármasban, az egyik elengedhetetlenül fontos, hogy pénzünk legyen erre. Szintén messziről indultunk. Még néhány évvel ezelőtt, 6-8 évvel ezelőtt a, a magyar GDP 0,7%-át fordítottuk védelmi kiadásokra. Ez mára, ezzel az évvel már elértünk a 2%-ot, tehát 2%-ra nőtt, ami egy nagyon nagy mértékű növekedés és egy nagyon komoly összeg is. És még a Szankciós infláció és gazdasági, globális begyűrűző gazdasági nehézségek ellenére is képesek vagyunk ezt a szintet legalábbis fenntartani. Így a magyar haderő fejlesztésének mind az eszközoldali, mind a szervezetoldali, anyagi bázisa is mindenképpen rendelkezésre áll a, a, a jövőben is. Tehát ö, egy olyan haderőképet kell ennek segítségével összeállítanunk, ami képes a haza biztonságát garantálni. Ha tovább lépünk, akkor ez itt egy mondatban össze is van foglalva, hogy itt ez alatt tulajdonképpen mit értünk. Itt olyan elemek vannak, ugye megemlítem a hagyományt, ezt nagyon fontosnak tartom. Nemzeti erőről beszélünk, amely nemzeti erő is tulajdonképpen két nagy komponensre bontható. Egyrészt a hivatásos állományú Haderőre, aminek a részletéről majd fogunk beszélni, amit általában a haderővel azonosítunk, illetve az egyre nagyobb figyelmet és támogatottságot kapó területvédelmi tartalékos rendszerre. Értem, ami tulajdonképpen, miután ez a magyar katonai hagyományokban egyelőre kevésbé ismert megoldás, más nemzetek használták ezt a megoldást, hogy a tartalékos rendszerüket, az nem pusztán a hivatásos állomány mögöttes, az ő pótlásukra időleges távolléte esetén kiegészítésére vonatkozó erőként tekintünk, hanem kifejezetten egy más feladatrendszerrel, egy, egy földrajzi, lokális védelemre kiépülő rendszerben gondolkozunk, és ennek a megfelelő mixét hozzuk létre, hiszen a, egy még például toborzási szempontból is ez a két haderő nem jelentős mértékben különbözik. mert sokan önök közül, az életüknek egy olyan döntését hozzák, hogy a fegyveres erőköz csatlakoznak, az egy életre szóló döntés, egy életpályamodellt akarnak követni. Ez egyféle logika. A területvédelmi tartalékosoknál pedig az nem egy egész életre szóló karrier döntés születik, hanem sokkal inkább a, a, a saját környezetének, Megvédésére, a, a, arra az esetre, hogyha valamikor oda bármilyen az országot fenyegető veszély megjelenik, akkor ott a helyszínen az iredénynek egy kicsi részét arra fordítva, hogy, hogy abba, abban harcképesen meg tudja védeni. Ez egy más jellegű döntés. Tehát a, a haderőképen belül a hivatásos és a területvédelmi tartalékosok aránya is egy ilyen megfelelő mixet kell, hogy jelentsen. A, fel, a szereltségük is ilyen értelemben ehhez a feladatrendszerhez adekvátnak kell lenni, illetve a biztonságunk végső garanciáját nyújtó NATO tagságunk az a komponens még, ami ebben az össz haderőkében meg kell, hogy jelenjen. A NATO egy védelmi szövetség, a NATO arra hivatott, és ebben a minőségében a legnagyobb, legrégebbi és legerősebb szövetség, hogy nemzeti haderőkre támaszkodva, azoknak a felajánlott erőiből gazdálkodva, de a tagoknak megtámadhatás esetén különböző jogi procedúrákat követően, amelyek egyébként nem olyan egyszerűek és nem olyan magától értetődőek, mint azt sokan gondolják, de életbe léptesse a védelmi garanciáit. Ehhez azonban erős. Jó felfegyverzett és kiképzett önálló nemzeti haderőkre van szükség, különben az egész NATO néhány jó kitüntetett tiszt Brüsszelben kis túlzással, eh, amitől ugye eh, még eh, semmi nem kerül megvédésre. Tehát összességében ez az a, a, a kép, amin gondolkozunk, és hát mi az a környezet, amiben jelenleg eh, eh, vagyunk, hogyha tovább lépünk, akkor láthatjuk a. A háború hatására alapvetően megváltozik és megváltozott minden, hiszen a koszt megelőző években kicsit céltalanul egyesek szerint vezető európai politikusok véleménye szerint fölöslegesé vagy, vagy súlytalanná váló NATO egyértelműen meghatározta a, a, azt a fókuszt, amely számára most a, az új mondjuk így civilesen testtartását meghatározza, keleti szárnynak a megerősítése, és, az, és minden, ami emögött folyamatokban, erőfelajánlás és mindenben megjelenő változás, a háború hatására ennek vagyunk most tanúi Madridtól Vilniusig. Tavaly Madridban voltunk a NATO vezetőinek állam és kormányfők képviseltében a konferenciája, mert meghatározott célokat. Most Vilniusba fogunk menni júliusban, amikor ezeknek a céloknak az előrehaladásáról fognak majd az állam és kormányfők tanácskozni. És ö, jól látható ezen a térképen, hogy itt egy ö, a, a NATO keleti szárnyán való megerősödés, annak megerősítését láthatjuk, és ebben Magyarország is egy fontos szereplő, hiszen szomszédosak vagyunk közvetlenül a szomszédunkban dúló háborúban, és bár ebben a konfliktusban kezdetek óta teljesen világosan a háborúból való kimaradás mellett döntött a magyar kormány, ez a magyar emberek érdeke, a béke mellett, az azonnali tűzszünet mellett és a béketárgyalások mellett állunk ki. Ez egyelőre kisebbségi álláspont, de egyre inkább lehet hallani azokat a hangokat, hogy bizony, ami a szomszédunkban történik, egyenlőre úgy látszik katonailag nem megoldható és előbb vagy utóbb, de inkább előbb a diplomáciának kell átvenni a feladatokat, tárgyalásokra, vagy a megoldás keresését tárgyalásokra lesz szükség. Én arra számítok, hogy ez a, ez a nézőpont egyre inkább és egyre uh, erősebben meg fog jelenni a jövőben is. Addig azonban a NATO nyilván uh, elvégzi a, az elrettentés, hiteles elrettentés céljából a keleti száj megerősítését. Magyarországon a háború után rögtön létrejött egy. Uh, egy több nemzeti zászlóaj harccsoport, ebbe törökök, hormátok, olaszok vannak rajtunk kívül, de Magyarország a keret nemzete, és magyar erőkre támaszkodva működik ez a harcsoport a keleti határon. Sok mindenről tudnék még beszélni a NATO-ban való részvételünkről, de most ezt talán így felvillantásszerűen elég kérdés esetén majd erre, erre, kitérhetünk. De az fontos megegyezni, hogy Magyarország a kétszázalékával egy, egy elit kisebbség része, Magyarország erőn felül teljesít a missziókban, amelyek nagyon fontosak NATO tekintetében. Kilenc országban vagyunk jelen több mint ezer katonával. És közben nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy nem csak a keleti határ felől, hanem hanem Magyarország esetében a déli határaink felől is biztonsági kihívások érkeznek, hiszen egyfelől egy instabil, politikailag és egyébként katonailag instabil zóna a Nyugat-Balkánnak nevezett országok, amik déle határolnak minket, vannak jelen és egy folyamatos figyelmet igényelnek, diplomáciai, katonai figyelmet is érdemelnek, amelyek egyébként a, minket szintén komoly mértékben fenyegető, és a, a, a magyar kormány határozott álláspontja szerint kiemelt jelentőségű illegális migrációs nyomás is ezen az útvonalon érkezik, aminek gyökerei messze és a világ számos régiójában vezetnek, de többek között a, az afrikai régióba is, ahol nem véletlenül vagyunk már jelen, illetve keressük Európai Uniós-NATO, illetve is kötelékben a diplomáciai, gazdasági és szükség esetén békefenntartói vagy kiképzői missziókban való részvételen keresztül a katonai jelenlétet is, hiszen a problémákat ott kell megoldani, ahol keletkeznek, és nem pedig áthozni Magyarországra. Egyébként a békefenntartás, azt nem tudom, tudták el, hogy egy hungarikum 125 évvel ezelőtt volt először békefenntartó tevékenység a világon. 1897-ben két osztrák-magyar hadihajó jelentős magyar legénységgel vett részt egy ilyen misszióban Pintér Gyula konzul vezetésével. Tovább lépünk mindenben a, a, a helyzetben, ráadásul ö, nem szabad megfelelkeznünk arról, hogy egy, egy technológiai ö, átalakulás, egy technológiai, talán forradalmak is lehet nevezni, körülmény, helyzet van, amihez, amihez szintén viszonyulnunk kell, hiszen a, a haderő, egy olyan, legjobban az orosz háborúban mutatja ez meg magát, de ez számtalan egyéb helyen is. A hagyományos, véres és nagyon, hogy mondjam, 20. századi típusú hadviselés mellett egyre nagyobb szerepet kap a különböző új technológiájú eszközök használata is, és az egész innovációs. Ökoszisztéma, ami ezt körülveszi, az, az egy, egy folyamatos újítás igényt hoz be a, a haderőbe. És ahogy eddig inkább a katonai fejlesztések áramlottak ki a, a civil világba, úgy egyre inkább azt látjuk, hogy a civil világ fejlesztései, például a drón technológia, lép be hirtelen egészen váratlan irányokból és módon a, a, a haderőbe, ami hozzájárul ahhoz a haderőképhez, ahhoz a stratégiai vízióhoz, amit a katonai biztonságunkról gondolunk, hiszen például csak hogy egy példát mondjak, a drónok, ugye, amelyeket a legkülönbözőbb civil használatban ismerünk, valamilyen robbanó fejjel, robbanó eszközzel kombinálva, rengeteg lehetőséget adnak a tüzérség, mint fegyver nem alapvető megreformálásához, hiszen az itt ülők pontosan tudják, Ukrán háborúban, orosz-ukrán háborúban is láthatóak már azok, nem pusztán azok a drónok, amelyek becsapódva, felrobbanva puszt, pusztítanak, hanem olyanok is, amelyek fölmennek, körülnéznek, célt keresnek, ha célt találnak, akkor lecsapnak, ha nem találnak célt, akkor tulajdonképpen hazajönnek. Ilyen cirkáló lőszer szerint tehát számtalan olyan újdonság van ezen a területen, hogy csak egy példát ragadjak ki, amelyek gyökeresen megváltoztatják a, a katonai doktrinákat, az ehhez kapcsolódó kiképzési eljárásokat, az ehhez kapcsolódó beszerzési folyamatokat. Még tehát a feladataink, eh, amik, eh, amik előttünk állnak? Ugye a, a, az összességében talán négy nagy csoportba eh, tudnám eh, eh, csoportosítani. Az első és legfontosabb az, az, az mindig az ember. Ugye a katona, a, a haderő szervezete, eh, a haderő be, vonzó képessége, hiszen egy... Önkéntes kiegészítésű haderőről beszélünk Magyarországon tartósan, ezért meg kell határoznunk azt a módot, közeget, ahogy a magyar fiatalok a magyar haderőhöz csatlakoznak, és a megfelelő kiképzésüket és felkészítésüket folyamatosan adaptálódva az új nemzetközi missziókban, háborúban és egyéb helyeken tapasztalható harcjárásokhoz, és nem utolsó sorban, elsősorban a közben technológiai váltáson áteső eszközparkunkhoz való alkalmazkodásban. Ez egy, ez egy rendkívül fontos feladat. Számos olyan döntést hoztunk az elmúlt hetekben, hónapokban, az elmúlt egy évben, ami magyar haderő harci szellemének, harcképességének növelését hivatott előmozdítani lényegében, és egyszerűen szólva, bár ez egy rendkívül komplex kérdés, de a, béke jellegű haderő egyenruhás munkavállaló típusú hozzáállásából egy sokkal élesebb, a harctevékenységekre koncentráló, és harcolni tudó és akaró magyar hadsereget szeretnénk előállítani, amelynek még egyszer mondom, az a legfontosabb feladata, és célja ennek a tevékenységnek, hogy egy megfelelő, hiteles, elretentő erőt mutassunk fel. Ez a legfontosabb. Ezt nem lehet annélkül, hogy a magyar haderő lelki állapota, harci szelleme felne ébredne és felne fel ne élesedne, és lelkileg elmozdulnánk a békehaderőből egy, egy ilyen emeltebb készenlét felé. Kiképzés, felkészítés ezt szolgálja, és emögött nagyon fontos az, hogy nem csak azok, akik egyenruhát viselnek, hanem a barátnőjük, barátjuk, feleségük, gyermekük, szüleik támogassák ezt. Tehát, amit mi úgy nevezünk általában, hogy, hogy társadalom, mi magunk, nehogy támogassuk, szinte küldjük a gyermekeinket, feleségünket, férjünket ebbe a rendszerbe. Ezt, ebben a társadalom is változik, látjuk, ahogy változik és szeretnénk azt is előmozdítani, ilyen alkalmakkor és számtalan egyéb módon nagy kampányt folytatunk, hogy azt láthatják orjáspakátokon és televízióban, és sok minden más módon. A társadalomra egy párbeszédet akarunk fenntartani, hogy a hazafegyveres ügye az a mi legfontosabb ügyünk, és, és hogy a magyar társadalom is úgy tekintsen erre, mint a sajátja, és nem mint valami mások által megoldandó, népszerűtlen és kellemetlen feladat. A második nagy csomag, ami a fent hosszan részletezett célok irányában hat, az természetesen az eszközparkunk fejlesztése, hogy említettem egy szovjet doktrinális és szovjet felszereltségű ö, haderőt kell most teljes mértékben átfegyvereznünk. Ez a munka megindult évekkel ezelőtt a megfelelő piackutatások el lettek végezve, sőt a piackutatások előtt a megfelelő terve lett arra készítve, hogy milyen eszközt mire kell lecserélni, és ennek megfelelően megköttettek a szerződések, és ez a folyamat zajlik. A szárazföldi haderő esetében látványos eszközcsere történik, mind a, katonákat mozgató páncélozott és nem páncélozott harcjárművek tekintetében, mind a harcoló eszközök harckocsik tekintetében, mint pedig a, a légierő oldalán helikopterparkot illetően, kiképző repülőgépeket illetően. Természetesen legelül kellett volna említenem a légvédelem átszervezését és megerősítését, ami talán mindennek az alfája és omegája, és itt is nagyon látványos és, és fontos változások történnek már ebben az évben a megkötött szerződésén eredményeképpen a Nemrégiben jártam Norvégiába, NAZAMS, Norvég fejlesztésű amerikai rakétákkal kiegészített, illetve az izraeli vaskupola elemeit használó radarrendszerekkel kiegészített, nagyon komplex és nagyon fejlett légvédelmi rendszert is építünk. Ez is egy hatalmas téma, erről sokat szoktunk beszélni, erről szoktak a legtöbbet egyébként haderőfejlesztés címén a médiában is ö, ö, beszélni, rendkívül fontos, de nem ez az egyetlen, és talán nem is a legfontosabb aspektusa az egész ö, új magyar haderő felépítésének. Én, a, én ezt az emberi tényezőben látom leginkább, de nagyon fontos mindez az eszközcsere. Mondom, csak egy útnak eszembe az egyéni egy szót sem említettem, hiszen az is gyakorlatilag majdnem olyan fontos, mint a légvédelem, hogy a, a, a legjobb toborzó az elégedett katona, ha az egyéni felszerelésünk, az egyenruhánk megfelelően kényelmes, megfelelően biztonságos, megfelelően csinos, megfelelően vonzó, megfelelő az egyéni felszerelésünk ahhoz, hogy hogy a, a, a harcot éjjel és nappal is megfelelő pusztító erővel, illetve védel, felszereléssel, védelmi felszereléssel át tudjuk folytatni. Ezek olyan alapok... Amelyek, amelyek folyamatosan zajlanak a kiépítésük, a digitális katonát említhetem, ami egy, egy, egy rendkívül fontos koncepció, hogy az egyéni katona is kapjon olyan digitális felszereltséget, amelyben a csatatéren való tájékozódása, a, a hátországa, a panaszokkal, az odaszállító eszközökkel való kommunikációja megtörténjen. És hát ez az egész egy, egy komoly digitális irányítási rendszerbe kerüljön foglalás. Ez egy hatalmas munka, ez zajlik, sőt kifejezetten jól áll. A harmadik ilyen csomag, ami, ami a kívánt cél eléréséhez hozzásegít minket, a nagy múltú és szintén elkótyavétjét leépített, magára hagyott nemzeti védelmi ipar újra felépítése. Ez talán az év végétől született az a döntés, hogy a tárcánkhoz csatlakozik Palkovics korábbi miniszter úr vezetésével az a holding, amiben a magyar állami tulajdonú védelmi ipari beruházások egykészben vannak, és ez most már egy honvédelmi logikákat is alapvetően követő, de egy időben ipar és területfejlesztési célokat is figyelembe vevő nagyon komoly, komplex rendszer, hiszen a feladata az, hogy a haderő igényeit kiszolgálja. Magától értetődik nyilvánvalóan önöknek is, hogy miért fontos az, hogy önálló és külső beszállítói láncoktól minél inkább függetlenek tudjunk lenni bármilyen konfliktus esetén. Ez a katonai szempont, és e fölött megjelenik az a szempont, hogy ahova ilyen gyárak, üzemek települnek, az, annak a régiónak az infrastruktúra és kiépítettsége, munkaerő viszonya és minden egyéb változik, tehát közvetlenül járulunk hozzá az adott országrész fejlesztéséhez. Ebben is remekül állunk, az ország teljes területe tulajdonképpen ilyen klaszter logikában le van fedve, és több üzem már megépítésre került és termel, példának említem a zalágerszegi links gyárunkat, ami a a közösen azt a páncélozott harcjárművet gyártja, amely ebben a kategóriában most a világon a legmodernebb. Ez a nevezett eszköz, most nem tudom, van -e itt róla fénykép, talán az előző oldalon van, hogyha visszamegyünk egyel, akkor a, a bal alsó sarokban látható eszköz ez, ami, amit már Zalagerszegen gyártunk, és a magyar hadsereg vezeti be először ezt az eszközt, számos ország érdeklődik már iránta, és ez lesz az elközön 10-15 év vezető technológiája ezen a területen. De említhetném a Kiskunfél Egyházi Kézifegyvergyárat, ahol a brand család gyártása zajlik, amivel azok, akik fegyveres kiképzést kaptak, mondom, mindenki már találkoztak, és egyre inkább a, 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 a haderőt kézifegyver tekintetében való teljes átfegyverzése irányába haladunk a régi, ugye, AK kalasnyikov világból. De említhetném az ország keleti részén lévő, nem azt, igen, az ország keleti révén részében lévő, mondjuk így, hogy légügyi klasztert, ahol, a, ahol az Airbus gyár működik. Helikoptereinket, ugye a 145-ösöket, 225 öseket ettől a csoporttól vásároljuk, és ők egy számukra is Mission Critical gyártó tevékenységet végeznek Gyulán, hiszen az az, azok az elemek, amiket a Gyulai gyárúban gyártják, az a világ összes gyárának az egyik legfontosabb alkatrészét gyártja. Tehát ilyen értelemben a magyar Airbus gyár az Airbus szempontjából is stratégiai. És a, a most már folyamat, tehát most épülő, de még nem termelő, szintén stratégiai beruházásunk, a Várpalutai lőszergyár. Talán az egyik legkeresettebb termék a, a ebben a világban, napjainkban az a lőszer, és Várpalotán a nagykaliberű tüzérségi és egyéb lőszertípusokat fogunk gyártani. Ez egy nagyon fontos hozzáadás lesz az európai uniós védelmipari kapacitásokhoz, amelyek e tekintetben rendkívül szűkek, és ezáltal Magyarország ismét egy olyan stratégiai pozícióba tud megjelenni, ami mindannyiunknak rendkívül fontos. És akkor a negyedik nagy csomag, a, a, az pedig a védelmi innováció, hiszen nem lehet, nem is szabad, és hasznak nem is kell, megvenni mindent boltban, off the shelf, hanem az ilyen eszközök beszerzése, illetve helyi előállítása mellett a magyar védelmi innovációra támaszkodva, lényegében a terembelülök és még remélem sok más egyetem és felsőoktatási intézet szürkállományára, illetve a mögöttük álló kutatási intézetekre, illetve a piacon szabadon mozgó innovációval foglalkozó és akár profit érdekeltségű társaságok együttes tudására, hogy ezeket az eszközöket egy egységes digitális ökoszisztémában szervezve, ahol lehet magyar tudással tegyük a lehető legharcképesebbé, illetve a csúnya és buta hasonlattal élve nem kell mindenüvé a magyar katonának gucci cipőbe menni, jó a magyar gyártmányú tiszacipő is, hogy abban, amiben nagy tömegre van szükség, és itthon is elő tudjuk állítani, semmi szükség, hogy a világba elmenjünk és drágán vásároljunk belőle. A magyar innovációnak és a magyar iparmi képességeknek, meglévőnek, vagy kifejlesztendőnek ebben is hatalmas szerepe kell, hogy legyen és lesz is. Ezért a Viki nevű intézetünk felel védelem, védelemipari kutatóintézet névből jön létre. Valamiért ezeket ilyen női nevekről nevezik. Van a Wiki, a világban meg diana hívják, a NATO-nak a hasonló innovációs központ meg Diana. Valamilyen női nevek mennek ebbe a dologba, nagyon helyesen. És akkor még egy utolsó gondolat a katonai örökségről. Nem győzöm hangsúlyozni a jelentőségét. Kicsit olyan olyan antagonisztikusnak tűnik, amikor katonai hagyományokról beszélünk, alakulatokat nevezünk át, hadrendi számokat változtatunk meg, lovas alegységet építünk Gróf Nádasdi Ferenc huszárosztály néven, de meggyőződésem, hogy, hogy egy olyan régi katona nemzet, vagy a hazáját fegyverrel védő nemzet, mint amilyen mi vagyunk, és ilyen kevés van Európában, hanem ilyen kitűnően tudta ezt Függetlenül nem szabad semmilyen defetista hangokkal ez ügyben hallani, hogy melyik világháborút nyertünk meg, ez teljesen lényegtelen. Az a lényeges, hogy a magyar katona ott állt mindig, oda tette magát mindig, és mindig kiválóan helytált. Ez a tudás, tapasztalat és elszántság lánc, ami a magyar katonai történelemből következik, azt kell magunkban fölismerni, és azt kell magunkban ápolni, építeni, és átvezetni a jelenbe és a jövőbe. Megvehetjük mi a világ összes linkszét, Airbus-át, amit csak itt elsoroltam, de hogyha mi magunk nem hiszük el, ha nincs meg hozzá a bátorságunk, ha nem tudunk erőt meríteni az elődeinkből, mert honnan merítsük máshonnan, hál' Istennek, nekünk most nem kellett még harcolni, az öregeink harcoltak folyamatosan, 175 éves a Magyar Honvédség, az egyik legrégebbi magyar jogfolytonos intézmény, idén ünnepeljük. Ebbe a hagyományba, és még a mögött levő, sokkal hosszabb hagyományba kapcsolódunk mibe, és ezt fel kell ismernünk magunkba. Sajnos ennek a toborzó ereje szerintem korlátozott, most nem olyan a világ, hogy ez a fiatalokat bevonza, reméljük, bevonza más eszközök harci szellem, illetmény, stb. De amikor már ben vagyunk, akkor igen nagy jelentősége van szerintem annak, hogy melyik egységhez, milyen történettel, milyen hősök mellett, milyen névadónál, kikre tekintünk föl, mint elődeinkre, és azokat hogyan visszük tovább. Ennek számtalan módja van, hogy ezt a gondolatot erősítsük magunkban, erre nagy hangsúlyt fejezek. Ennek egy is nagyon fontos megnyilvánulása, a szintén én már a tárcánkhoz tartozó bálna Központban nyílt meg a napokban egy, egy szerintem nagyon látványos és új felfogású kiállítás, ami a katonai hagyományokból nagyon hamar két terem meglátogatásán keresztül eljut a jelenbe, ahol egy ilyen élményszerű bepillantást nyerhetünk a mai eszközeinkbe, a mai egyenruháinkba, a, a mai modern digitális kiképző lehetőségekben, grippen szimulátor van, itt néhányan a kollégák közül néhány eszközt elhoztak, a, a milyen, műkutya kezdve, de ezek az használják, tehát az, az, az nem csak játék, hanem nem tudom milyenek a neve hivatalosan, de azt a szituációkban használni lehet. Tehát ezek mind föl vannak sorolva, szeretettel látunk mindenkit a bálnába, hogy megtekintse ezt a rendkívül érdekes és izgalmas kiállítást. Én magam vittem el a miniszterelnökünket, nagyon tetszett neki. Most abba hagyom, mert ezt ugye befejezni soha nem lehet, és teljesen kibontani sem. Inkább ilyen gondolatindító és benyomásadó néhány mondatot, gondolatot, képet akartam önökkel megosztani. Köszönöm a figyelmet!